Hogyan tároljuk a kutyatápot? Nagyon fontos kérdés, hogy tudjuk, hogy a kutyatában levő anyagok is bomlásnak indulnak az idő előre haladtával, különösen, hogyha nagyon meleg és párás helyen tartjuk a tápot. Tehát magyarul száraz, hűvös helyen, és ha lehet fénytől elzárt területen tartjuk, akkor Tartja meg leginkább a megbontás után is a legvégéig a, a, a szavatossági időn belüli fel megjelölt időintervallumban tartja a hatóanyagokat. Mik mehetnek tönkre, ha a szavatossági idő lejárt, vagy ha túlságosan rossz körülmények között tartottuk a, a tápot, akár a szavatosság lejárta előtt is már. Hát a vitaminoknak a mennyisége az nagymértékben is drasztikusan csökken, itt leginkább a C-vitaminra kell gondolni. A kutya előállítja a C-vitamin, de időnként azért szüksége van külső mennyiségre is, tehát mennyiségre, külső adagolásra is. Antioxidánsok egyértelműen tönkre mennek a tápban, hogyha rosszul tároltuk, vagy lejárt a szabatossága. Ezek fontos anyagok a szőr, bőr, illetve hát az egész metabolizmus szempontjából egy fontos anyag együttes. Megváltozik egyik az íze is a tápnak, tehát még az is el, előfordult, hogy a kutya egy idő után nem akarja megenni a tápot, amit egyébként szeret, mert olyan, mért, olyan ízváltozás állt be a táp a tárolása során, ami már számára nem kedves. Például avasodásnak indultak a zsírok benne, a telítetlen zsírsavakból telített zsírsavak jöttek létre, és ilyen formában hát telítetlen zsírsav hiány is fölléphet, értékét veszti a táp, és akár hasmenést is okozhat.